Londonban a hazai sportrepülés egyik fellegvára, a Dunakeszi repülőtér. Üdvözlöm Önöket, én Látó János vagyok, ez pedig a Légből kapott októberi adása. Mostani összeállításunk egy korábban forgatott anyag, amikor még minden derűs és vidám volt. Friss tavaszi reggel repülésre való időt hozott. A fiatal repülők a hangárokhoz sietnek, hogy mielőbb magasba szálljanak karcsú gépeikkel. Lekerül a takaró a június 18-ról, és starthelyre viszik a gépet. Ma Beke Sándor ismerkedik meg az új szerkesztésű magyar vitorlázógéppel. 2 éve állt be repülőnek Beke Sándor, a Rákosi Művek ifjú munkása. Derék munkájának, bátorságának eredménye, hogy ma már ezüst koszorús repülőoktató. Övé ma az első start. Felszállásra jelentkezik a repülésvezetőnél. Beszáll a gépbe, amellyel most repül először. Izgalommal teli érdekes barátkozás ez. Felteszik a kabintetőt. Még egy pillantás a műszerekre, a gép startra kész. A pilóta jelt ad. Eldördül a rakétapisztoly. Első start. Kihúzni, futni, el. Magasba ível a karcsú gép, és engedelmeskedik Beke Sándornak. A növendékek oktatójuknak minden mozdulatát figyelik, hogy tanuljanak tőle. A június 18 jó barátnak bizonyul Beke Sándor kezében. Egyre magasabbra emelkedik. Nektek is engedelmeskedik, fiatal repülők, és vár benneteket a június 18. Vár benneteket egyre több gép, vidám élet, a gyönyörű repülősport. Dolgozó fiatalok, hódítsátok meg a levegőt! Álljatok közénk, legyetek repülők! Legyetek szabad hazánk légterének bátor védelmezői! Lépjetek be a Magyar Repülőszövetség helyi szervezeteibe! Lenn a földnek szép lánya már, csókot tért és majd átadom végre, gyorsan ám, mert a gép hova száll. Csoda jó el a szép pilóta élet, mert a földnek úgy örök, mint a tény. És azt mondja, hogy nagyon szeret téged, szíve választotja mégiscsak a gép. És azt mondja, hogy nagyon szeret téged, és a 2x2 néha 5 hangulata után ugorjunk vissza a mába. Dunakeszin jártunk egy vitorlázó repülőtáborban. Sportrepülés itt most 60 éve pont, amikor elkezdődött. Egyre dinamikusabban fejlődött, Pest közelbe voltunk, és itt rendezték az országba a legtöbb vitorlázó repülőversenyt, szám szerint 40-et. Az utóbbi években, ami ezt már akadályozza, az az, hogy ugye a légiforgalom Ferihegyi közelsége miatt a légiforgalom növekedésével bizonyos lépcsőház szerint repülhetünk. Dunakeszi repülőtéren 2 repülőklub működik, az Opisz Nándor repülőklub, másik repülőklub pedig a Malév repülőklub, ami már több mint 30 éve repül itt. Privatizáció kapcsán támogatások szépen megszűntek, úgyhogy jelenleg mindenki, amit repül, maga fizeti, úgy a vitorlázó, mint a motoros repülést, és a klubok mindenféle egyéb vállalkozásokkal is próbálkoznak, légifotózás, stb. Oktatások, tehát ebből tartják fönn magukat. Folyamatosan van vitorlázó repülő képzés. Ez úgy történik, hogy ősszel kell jelentkezni, és a klub helyiségbe télen van az elméleti oktatás minden héten egy alkalommal,
és tavasszal, úgy március végén, április elején kezdődik a gyakorlati repülés itt a Dunakeszi repülőtéren. A gyakorlati képzés az szoktató repüléssel kezdődik, utána megtanítjuk őket egyenesen repülni. Talán a legnehezebb feladat egyenesen repülni a géppel. Utána megtanítjuk őket fordulózgatni, aztán összefűzzük, fölépítünk egy iskolakört, mindez természetesen csörlésből megy. És amikor már egy szép iskolakört csörlésből le tudnak zavarni, utána jönnek a vészhelyzetek. Az egyik növendéken mondta, hogy ilyenkor válik göröngyösé a kezdőképzés, mert az addigi gyönyörű szép iskolaköröket elrontjuk. Változó állásszöggel repülünk, tehát hol nagyon nagy a sebességgel repülnek, hol nagyon kicsi. Utána a csörlőzemben az egyetlen igazi vészhelyzetet gyakoroljuk, a kötélszakadást. Alacsony, középmagas, magas kötélszakadásokat gyakorlunk. Nekem az egyik veszőparipám, csak tökéletes megoldást fogadok el. Nyugta, középmagas a Budapest felőketéren, a fehér. 14 éve járok a reptérre, ami eddig vészhelyzet volt, az mind kötélszakadás, vagy annak megfelelő állapot volt. Tehát ez nekem veszőparipám, ebből nem engedek. Utána elviszük dugóhúzóra a gyereket, oldja meg, pörgünk, forgunk fönn a levegőben. Ezt általában élvezni szokták, egész addig, amíg le nem jövünk alacsonyra. Mert a másik veszőparipám az alacsony dugó, mert hát az az igazán veszélyes, nem pedig az, hogy most 1000 méteren hogy pörög a repülőgép. Amikor ezen túl vagyunk, akkor még elveszük a műszereket előle, próbáljunk meg, elnézés a kifejezésért, seggel repülni. Amikor ezeken mind végigmentünk, utána elérkezik a legcsodálatosabb pillanat a növendék életében, kirepül életében először egyedül. Tavaly októberben kezdtem az elméleti tanfolyamot, itt egy csoportos elméletünk volt, és idén áprilistól kezdtünk el repülni, és most jutottam el az első egyedül repülésig. Ez 3 hónap volt, körülbelül 50 felszállás, csörlésből repülünk, és egy fantasztikus érzés elsőre egyedül elmenni. Szerintem az a legjobb az egyedül repülésben, hogy az oktatók megbíznak bennünk, és amit eddig velük csináltunk, azt most már teljesen egyedül csináljuk. És azért engedtek el nyilván, mert tudják, hogy képesek vagyunk rá, és hogy megálljuk a helyünket. És ez szerintem nagyon jó érzés. Az idei nyári tábor az már 2 hete megy, a második hét. Az idei kezdőcsapat az 15 főt számlált. Bár elég drága a sport, ma már fizetni kell, az MHS-es időben nem kellett érte fizetni. Egy ilyen egyéves kiképzés az körülbelül 250 000 forintba kerül. Ebben van csörlés és néhány vontatás is, egyedül repülés, B-vizsga, C-vizsgáig el lehet jutni. 3 évvel ezelőtt én is itt kezdtem az Opitz Nándor repülőklubban, mint növendék. Végig mentem én is ugyanúgy ranglétrán, mint mindenki más. Először oktatóval egy olyan 60-70 felszállás, utána egyedül repülés, utána további gyakorlatok, különböző időtartamok egyre hosszabbak, a leghosszabb időtartam az 5 óra. Utána van egy úgynevezett koszorútáv, az első táv, és utána lehet megszerezni a szakszolgálati engedélyt, ami a repülőknél a jogosítvány, és utána lényegében annyit lehet repülni, amennyit szeretnénk, és az idő engedi, és onnantól kezdve az egyre hosszabb távok a kihívás. Tavaly repültem a 300 kilométeres távomat, eddig ez a leghosszabbam, remélem idén hosszabb is lesz talán a versenyen. Az időjárás nem a legkedvezőbb, mert ez a nagy hőség, és a késői termékindulás hát nem kedvez az igazi nagy távrepüléseknek, de a kezdők, középfokosok nagyon sokat haladtak, jó néhány C-vizsga, D-vizsga is született mindkét klubba. Tegnap csodálatos napom volt, ő egy SD30-as Piát, és vele sikerült tegnap megrepülnöm azt a feladatot, ami a szakszolgálati engedély kiadásához elengedhetetlen. Ez pedig az ezüstkoszorú táv. Ez egy 50 kilométeres táv, amit A pontból B pontból el kell repülni, ami nehéz, mert hogy ezen a gépen ugye nem látunk motort, tehát nem tudok egyenesen menni vele, hanem arra tudok menni, amely az időjárás engedi. Tegnap Dunakeszi és Atkár között kellett ezt a távot megrepülnöm, ami légvonalban durván 70-75 kilométer. Ezt egy 150-160
160 km-es repüléssel sikerült megoldani, föl kellett mennem Vácra, Váctól elmenni a keleti ország részbe, és a 23-as légtér csücskéből 180 fokról tudtam leesni Atkába. Úgyhogy egy csodálatos élmény volt, jobbra baj, az ivatalfelhők voltak, gyenge emeléseket találtam javarészt, de egy fél méter, egy méter az elég volt ahhoz, hogy 3-3 és fél óra meg tudjam repülni ezt a távot. Úgyhogy tegnap nagyon szép napom volt, még egy lépéssel közelebb jutottam a szakszolgálati engedély megkapásához, de nem ez a legnehezebb feladat egyébként a szakszolgálati engedélynél, hanem az 5 óra megrepülése. Ez ahhoz képest sokkal könnyebb, habár lényegesen kalandosabb, mivel hogy ez az első alkalom, amikor elmegyünk a reptértől, nem lehet már visszamenni, nem lehet a reptéren leszállni, hanem egyedül vagyunk, magunknak kell emelést találni, és hogyha nem sikerül, hát akkor sajnos terepre szállunk. Teljen egy idő után az ember életében az, hogy már nem szeretne csak helyben repülni, és akkor úgy dönt, hogy elindul egy versenyen. Ezek általában kéthetes programok, vannak rövidebb versenyek tavasszal, de Magyarországon kéthetes versenyeket szoktak rendezni. Ott pedig reggel egy meteorológiai eligazítás után megkapjuk a napi feladatot, amin általában vagy meglepődünk, hogy kicsit rövidebb, mint amire számítottunk, vagy pedig sokkal hosszabb az időjáráshoz képest. Reméljük, hogy az illetékesek megtalálják a megfelelő megoldást, és életben marad a sportrepülés Dunakeszin. Találkozunk hamarosan, addig is minden jót, a viszontlátásra! A műsor támogatói Gráve Életbiztosító ZRT, Magyar Víz Kft., Primavera egész évben, Magyar Repülőszövetség, Tappancs Hidroterápiás Csoport, ahol a kutyák jó kezekben vannak, Pannon Air Service, Katona Borház Kft., USA Shop Hungary. A műsor média partnere a gogogo.hu, ahol adásaink az interneten szárnyalnak tovább.